Végleges megoldás a Fürdő utcában. Július közepére kész lesz a burkolat. 100 fővel bővült a munkahelyek száma. 2 éves lett az IT Pécsi telephelye. Hoppár Péter kulturális államtitkár lett. A kormányban végzett feladatai mellett Pécsett is folytatja munkáját. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pécs TV híradóját látják. Ez a pont ma június 27-én, pénteken. Tartsanak velünk! Garanciális javítást vállaltak az LKF programban résztvevő alvállalkozók a Fürdő utcában, így a városnak nem kerül pénzébe a felújítás. Olyan térköveket raknak le, amelyek bírják az autóforgalmat, és várhatóan hosszú ideig a helyükön maradnak. Az előző városvezetés az LKF-es tervek készítésekor még forgalomcsillapított övezetként határozta meg a Fürdő utca haltértől vezető szakaszát, ám a Kossuth tér átalakítása után mégis úgy döntöttek a városvezetők, ráengedik az autóforgalmat az útra. Fürdő utca, ez van, hol is láttam még? Meg a Jókai tér, tudod? Na, az is. Máshol nem láttam most, csak itt. Az autósok a belvárost általában a haltértől a zsinagóga mögött haladva a Munkácsi utcán át közelítik meg. Ezért a gyalogosok és az autósok nem kis bosszúságára tönkrement a Fürdő utcai díszburkolat. Az a forgalmi terhelés, amit az elmúlt években az út szakasz kapott, az bebizonyította, hogy azzal a természetes kőburkolati megoldással, amivel eredetileg a terv szerint meg kellett oldanunk, ugye Európai Uniós pályázat keretében ez szinte már előírás volt, hogy ami a tervben szerepelt, úgy kellett megvalósítani, az nem tud működni. Így az a döntés született, hogy mint ahogy a Ferencesek utca szája alsó szakaszán és a kórháztér felé eső oldalán van, egy kettős kapcsolódású betontérkővel kerül újra burkolásra a Fürdő utcának az alsó szakasza, illetve a felső szakaszon megmutatjuk azokat a részeket, ahol süllyedés van, és értelemszerűen azok a részek is ki lesznek javítva. A kulturális főváros program beruházásaiban résztvevő alvállalkozók ajánlották fel, hogy ingyen elvégzik a javítást. A 2 hétig tartó munka eredményeként várhatóan évtizedekig nem lesz újabb gond a területen a burkolattal. A pécsi hajléktalan pénzek elsikkasztása és adócsalás miatt indult eljárás a Pécsi Járásbíróságon. Az ügyben még 2012-ben kezdtek nyomozni, írja a Pécs Ma. Az ügyészség szerint DRI, a támasz alapítvány korábbi gazdasági vezetője, 2009. január 20-a és 2010. december 30-a között 3 hozzáköthető számlára jogalap nélkül összesen 11,3 millió forintot utalt át a támasz alapítványtól. A volt gazdasági vezető utasította az alapítvány egykori bérszámfejtőjét, hogy hamis tartalmú adóbevallást nyújtson be, így 2,5 millióval kevesebb személyi jövedelemadót vallottak be, míg a nyugdíjbiztosítási alapnál 3,6 milliós adóhiány keletkezett. A volt bérszámfejtőt bűnsegédként fogták perbe. 41 államtitkár kinevezését javasolta Orbán Viktor miniszterelnök Áder János kormányfőnek. A legtöbb államtitkár az Emberi Erőforrások Minisztériumában van. Köztük Hoppár Péter, pécsi országgyűlési képviselő, aki eddig Pécsváros Oktatási és Kulturális Bizottságának elnöki tisztét töltötte be, tavaly óta pedig kormányszóvivő volt. Ilyen kérdés például a Munkácsi trilógia egybentartása, le fog járni heteken belül a bérlete ezeknek a műveknek, és Kanadába vissza kellene szállítani, már meg kellene kezdeni például ezeknek a csomagolását. Magyarországnak az az érdeke, hogy ezek a művek együtt maradjanak, úgyhogy meg kell találnunk a megfelelő megoldást. A vételár magas, közben a kompozícióink csökkennek és kifogytak, de megkeressük a megoldást. Ugyanilyen probléma, ami felvetődött még például a Nemzeti Táncszínháznak az esetleges várból történő költöztetése, ami ellen a szakmának nincs kifogása érdekes módon, hogyha jobb infrastruktúrális körülmények közé kerülnek, egy jobb feladatellátást tudnak majd tenni. 100 fővel növelte az idén az IT a Pécsi telephelyen dolgozók számát, évvégére azonban egy további lépcsőben fejlődik még a cég. Jelenleg 255-en dolgoznak a Pécsi telephelyen. A dolgozók 90%-a a Pécsi Tudományegyetemen végzett. A 2 éves tapasztalatokról egy sajtótájékoztatón számoltak be pénteken. Körülbelül 3800 fő, amely napi szinten nálunk dolgozik, az a létszám.
Két éve kezdte meg Pécsi telephelyén működését az IT Services Hungary. A csoport kezdetben 90 fővel indult a Baranyai megyeszékhelyen, mostanra azonban már 255 embernek biztosítanak munkát. A cég szorosan együttműködik a Pécsi Tudományegyetem több karával is. Elmondhatom, hogy a Pécsi Tudományegyetemről kikerült hallgatók alkotják 90%-ban a munkavállalóink számát, tehát csak 10% volt az, aki valamilyen másik felsőoktatási intézményből került hozzánk, vagy esetleg középfokú intézményből. Az ITSH 2014-ben egyszer már bővítette a pécsi telephelyen dolgozók számát, az idei évben azonban még egy lépcsőben tovább fejlődik a cég. 255 kollégából 100 főt idén vettünk föl, és további ugyanilyen létszám bővüléssel számolunk az év végéig itt a pécsi telephelyen. Nagyon bízom benne, hogy a pécsi lakosoknak, a Pécs közösségének új lehetőségeket, új karriert tudunk biztosítani majd ezzel. A cégcsoport országosan évvégére 3907 embernek biztosít állást. Az első világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából számos megemlékezést, ünnepi rendezvényt tartanak. Pénteken a nagy háború hétköznapjai a frontokon címmel több esemény is követte egymást. Egy kiállítás nyílt meg az első világháború képekben és egy katonaláda tartalma címmel, majd ezt követte Molnár F. Tamás előadása, melyben a korszak tábori kórházairól beszélt. Az érdeklődők megismerkedhettek Herman Ernő pécsi agrármérnök hadinaplójával is, és a Szegé István nyugalmazott vezérőrnagy bemutatója során. A könyvet Sáros István dedikálta. A pénteki megemlékezésnek a Léna Úház adott otthont. Szombaton további kiállítások nyílnak, és kegyeleti megemlékezések lesznek. Vendégünk Somogyvári Márta, az Osztrák Köztársaság pécsi tiszteletbeli konzulja, a közgazdaságtudományi kar oktatója. Jó napot kívánok! Önök szervezik ezt a kiállítást. Hogyan kerültek önök képbe, illetve van ennek egy előtörténete? Kezdjük ott! 1998-ban az Osztrák Fekete Kereszt hadisolygondozó segítségével a pécsi temetőben létrehoztak egy első világháborús katonatemetőt. Igazából ebben a parcellában 9 nemzetnek a fiai nyugszanak. Azért ilyen sokan, több mint 1600-an, és azért ilyen sok nemzetből, mert Pécs az nem csak katonaváros volt, különféle helyőrségi ezredekkel, hanem itt volt az itteni frontnak az egyik legnagyobb hadikórháza is. Több hadikórház volt, és hát mind a magyar, mind a külföldi sebesültek ide kerültek, és hát akik nem maradtak életben, azok ebben a temetőben nyugszanak. Minden évben, novemberben megemlékezünk ezekről az elesett halottakról, és hát a mostani az egy különleges év természetesen, miután 100 éve tört ki az első világháború, és ennek a megemlékezésnek az is egy különös hangsúlyt ad, hogy az Österreichische Schwarzes Kreuz, tehát az Osztrák Fekete Kereszt 4 millió forinttal támogatta a temető, a katona, első világháborús katona temetőnek a felújítását. És mellette pedig a Honvédelmi Minisztérium az első világháborús 1928-ban épült hősi emlékműnek a felújítását fogja támogatni, a felújítás már elkészült. Ez egy kétnapos esemény, a Nagy háború és kora címmel. Mondjuk el, milyen programokat, milyen előadásokat, kiállításokat, esetleg megemlékezésen vehetnek részt az érdeklődők, tanárok, diákok, kiket várnak? Hát a mai nap 4 órától lesz a Linau házban egy kiállítás megnyitója, ahol többek közt a Janus Pannonius Múzeum anyagából lehet látni tárgyakat, és egy nagyon érdekes része is lesz ennek a kiállításnak. Herman Ernő pécsi agrármérnök háborús naplóját kiadták, meg is vásárolható, a Zrínyi kiadó adta ki, és a katona ládáját is kiállítjuk. Ez a kiállítás a hétvégén, tehát vasárnapig megtekinthető. Emellett holnap délelőtt 11 órakor az Árpád tetőn, a
második világháborús katonai bunkerekben csinálunk egy első világháborús, illetve kicsit hát második világháborús haditechnikai kiállítást, ami azt hiszem, hogy egy nagyon különleges élményt jelenthet mindenkinek, hiszen azt kell tudni, hogy ez a háború az első gépi háború volt, és akár a műszaki szervezettséget, a gazdasági szervezettséget, struktúrákat tekintve nagyon sok mindent köszönhetünk idézőjelben ennek az időszaknak. Hát igen, gondolom a hadifejlesztések azok átkerültek a mindennapi életben. Igen, minden tekintetben. Tehát itt ami érdekes, azok a hétköznapi tárgyak, amiket ezekben az iszonyú szörnyűségek között az állóháborúban, a frontokon beásva használtak a katonák. Tehát ilyen tárgyakat is meg lehet majd nézni, természetesen a fegyverek mellett. 2 órakor pedig az első világháborús parcellában, a pécsi köztemetőben a Honvédelmi Minisztérium segítségével szervezünk egy kegyeleti megemlékezést a HM protokollja szerint, ami azt jelenti, hogy Kaposvárról ide érkezik a logisztikai ezrednek a díszőrsége, ide érkezik a kaposvári katonazenekar, és a diplomaták és egy Pécs közönsége, társadalmi szervezetek is lerúhatják kegyeletüket az itt eltemetett katonák előtt. Előadások esetleg lesznek, ahol tudósok, történészek beszélnek az első világháborúról? Hát ez a mai programban van, ahol lesz egy nagyon érdekes előadás Molnár F. Tamásnak az előadása, aki tüdősebész, és az első világháború hadikórházairól fog előadni, ami hát ez egy különleges téma mindenképpen. Akkor mindenkit arra bíztatunk, hogy látogasson el a Lénauházba. Nagyon érdekes program lesz. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm is. Folyamatos rongálásoknak vett véget az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola vezetése. Évek óta vandálok teszik tönkre az iskola udvarának berendezését. Legutóbb is a padokat, asztalokat törték szét ismeretlen behatolók. Ezért az önkormányzattól kértek segítséget. Azóta térfigyelő kamera tesz rendet a helyszínen. Ezeket a padokat, asztalokat már megjavították a nemrég elszenvedett rongálást követően. Pedig tavasszal újonnan szerelték fel azokat, pont azért, mert ismeretlen vandálok úgy tönkretették, hogy balesetveszélyessé és használhatatlanná váltak. Korábban a kerítéskaput tépték le, majd a kerítést bontották szét ismeretlen tettesek. A vandalizmus állandó éjszakai helyszínévé vált az iskola udvara. Az oktatási intézmény saját tanulóin kívül helyet ad a környéken lakóknak is, hiszen az udvar szinte egy parknak felel meg, mondja az igazgató helyettes. Ez az évek során többször megismétlődött, úgy gondoltuk, hogy valamit tenni kell ez ügyben, ezért kértük a városvezetés segítségét. Csizi Péter képviselő úr egyeztetve igazgatónővel segített ebben. Csizi Péter Pécs alpolgármestere és egy önkormányzati cég közös javaslata egy térfigyelő kamerarendszer felépítése volt. Az informatikai cég finanszírozásával egy 3 kamerából álló figyelőrendszert vásároltak és szereltek fel az iskola udvarára. A kamera erejével bízunk abban, hogy a jövőben csak olyanok használják majd ezt a területet, akik valóban a játszótér és a parknak az élményért jönnek ide. Meg szeretnénk óvni a kamerával az eszközöknek az épségét és állapotát, és tesztük ezt úgy, hogy az egyik önkormányzati cégünk, az EUNET 2000 Kft. Minden költséget magára vállalt, a több mint 300 000 forintos beszerzési és szoftverköltségeket mind ő viselte. A kamera valóban sokat segít, amióta felszerelték, csökkent a rongálások száma, tette hozzá az igazgató helyettes. Duális képzést indít szeptembertől a pécsi műszaki és informatikai kar. 8 régiós ipari céggel indul az oktatás. A képzést Pécset gépészmérnök szakos hallgatók számára teszik lehetővé. Ez nem csak a résztvevők számára jelent hosszú távú előnyöket, de széleskörű bevezetése kormányzati szinten is támogatott. A német oktatási példán alapuló duális
képzés jellemzője, hogy a hallgatók elméleti képzését a felsőoktatási intézmény, a gyakorlati oktatást pedig részben a felsőoktatási intézmény, részben az együttműködő ipari partner végzi. A műszaki és informatikai kar igyekszik valamennyi oktatott szak számára biztosítani a duális képzési formát. Korosztályos világbajnokot igazolt a Peac Pécs. Az amerikai Destiny Williams az elmúlt szezonban a román bajnokság legjobbja volt. A 22 éves 193 centis center 2012-ben a Baylor Lady Bears csapatával aranyérmes lett az amerikai egyetemi bajnokságban, 2009-ben pedig világbajnoki címet nyert Bangkokban az Egyesült Államokkal. A legutóbbi szezont bajnoki ezüst, magyar kupa arany, valamint közép-európai liga bronzéremmel záró Peac Pécsnél sokat várnak az új játékostól. A gárdából egyébként a magas emberek közül Sopronba igazolt Nagy Bujdosó Dóra, visszatért hazájába több külföldi játékos. Híradónk végén főbb témáink még egyszer egy-egy mondatban. Végleges megoldás a Fürdő utcában. Július közepére kész lesz a burkolat. 100 fővel bővült a munkahelyek száma. 2 éves lett az IT pécsi telephelye. Hoppár Péter kulturális államtitkár lett. A kormányban végzett feladatai mellett Pécsett is folytatja munkáját. Ez volt a Pont ma, a Pécs TV híradója. Kollégáim nevében is szép hétvégét kívánok mindjájuknak. Viszontlátásra!